az egyik este Pitó Attila meghívott Tarcsafalvára, és arról beszélgettünk, hogy többek között arról beszélgettünk, hogy a mai emberek mennyire szétszórtak, mennyire tudnak összpontosítani esetleg, mennyire van meg bennük az egység. És erről hosszan elmélkedtünk. Egy szentírás idézetet is találtunk, ami erre vonatkozott, hogy szállj magadba. Valamennyien, hát az udvarhelyeket leszámítva, távolabbról érkeztünk, és Laci például nem tudom száz hányas sebességgel érkezett, és úgy gondolja, hogy valahol nyárat szeret a környékén hagyta el magát, még egy kicsit pár percet még kellene várni, hogy beérjen saját magát, de nem csak Laci, hanem én magam is nem egyszer tapasztaltam azt, hogy megérkeztem, de csak fizikálisan, fizikailag érkeztem meg. És nagyon jó, hogyha az ember beéri magát, mert ha beérte magát és egyesült saját magában egy egység, akkor sokkal jobban tud az emberekhez viszonyulni, bölcsebb gondolatok támadnak, és így értelmesebb szavak és mondatok kerekednek az ajkán. Én a legelején arra kérdezek rá, elsősorban a saját magam számára, hogy megérkeztem-e, és itt vagyok, és én egy egység vagyok, mert ha ez megvan, akkor utána tudom az egységet építeni a szomszédommal, azzal, aki ebbe a közösségbe tartozik.